Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a beszélgetés sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a Székesfehérvár orvosait, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy vannak nekünk, hogy itt vannak, és itt vannak velünk. És ráadásul azokat az orvosokat helyeztük most ebben a sorozatban előtérbe, akik a sport terén is jeleskednek, jelesül egy-egy klubnál is nagyon sokat tesznek azért, hogy sikereket érhessenek el sportolóink, vendégem Tóth András doktor, házi orvosként, illetve az Alba Fehérvár női kézilabda csapatának orvosaként. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen Székesfehérvár nem csak a gazdaság és a kultúra, hanem a sportvárosa is. És ahhoz, hogy a kézilabdázóink jól szerepeljenek, ahhoz feltétlenül szükség van egy olyan szakmai segítségre, amit csak egy orvos tud megadni. Örülök, hogy itt vagy velünk. Én is örülök, köszönöm szépen. No, hát az alap nyilvánvaló, hogy egy kicsit evezz a mélyre címszó alatt, hogy ki miként jut el a hivatásig, amikor is úgy dönt, hogy orvostudományi egyetemet választ magának. Nálad hogy kezdődött? Tudatosan készültél már középiskolás korodban az orvos pályára? Hogy volt ez? Igen, én világéletemben, amióta eszemet tudom, én orvos szerettem volna lenni. Volt egy kis családi példakép, ugye édesapám szintén orvos volt. Ámbátorő azt mondta, hogy ha bármelyik gyerek az egészségügyi szakmát választja, azt kitagadja, de mégis valahogy elfogadták az én döntésemet, és így indult az én orvosságom. Ezek fontos pillanatok. Ha valaki már középiskolás fejjel tudja, hogy milyen irányba indul el, az nyilván készül is rá. Ez így volt nálad is? Így volt tudatosan, így van. Minden erőmmel, tudásommal igyekeztem megfelelni az elvárásoknak, saját magamnak, hogy bekerüljek. Nem volt egyszerű annak idején. Én egy későn érő típus vagyok, úgyhogy eléggé meg kellett szenvedni, úgyhogy érettségi után nem vettek fel, és elmentem akkor Pécsre dolgozni, mint műtőssegéd, hogy egy kicsit ugye a valós életbe is lássam azt, hogy milyen szakmát választottam, jó ez nekem vagy nem. És ennek az volt az előnye, hogy a munka mellett tudtam a Pécsi Orvostudományi Egyetemre előkészítőre járni, tudatosan, hogy a következő megmérettetésnél meg tudjak felelni. Azért nagyon sok fontos tapasztalatot kellett, hogy gyűjtsél nyilvánvaló. Pécs akkor az orvosok városa volt, ha úgy tetszik, hiszen a Pécsi Orvostudományi Egyetem, hadd ne soroljuk most fel a neveket, de azért a Romhányi professzor, Enc, Lissák és a többiek egy olyan szintet képviseltek, ami akkoriban magyar szinten mindenképpen az élvonalba repítette a Pécsi Orvostudományi Egyetemet. Milyenek voltak az egyetemi éveid? Csodálatosak. Hát mind egyetemista, óriási élmény volt, hogy ugye Budapesthez képest Pécs egy szép város, de mégiscsak kisebb egyetemi létszámmal rendelkezett, tehát sokkal emberközelibb volt az oktatás, nagyon magas színvonalú, nagyon kritikus mércékkel számítva, úgyhogy ott is azért az első három év nem csak nekem, hanem minden hallgatótársamnak, ugye a szűrés időszaka volt, ahol a nem alkalmasokat bizony kiszorták. És ez ennek eredményeképpen én azt hiszem, hogy egy nagyon jó alapokkal rendelkező kezdőlökést kaptunk az oktatás során. Kik voltak azok a professzorok, akik nyomot hagytak benned, akiknek a tanítása máig elkísér? Igazából nem mondanék neveket azért, mert nagyszerű oktatógárda volt. Ha belegondolsz, hogy most nem tudom, hogy szabad-e így neveket mondani későbbiekben, hogy a Székesfehérvár abban az időben került át például a Budapesti Orvostudomány Oktatókórházából a Pécsi Orvostudományi Egyetem Oktatókórháza. És ugye abban az időszakban bizony nagyon olyan professzorok jöttek Fehérvárra, akik én azt hiszem, hogy közismert nevek azóta is,
Google professzor úr, Simon Kornél, pontosan, igen. Így van. Na most ők abban az egyetemben tulajdonképpen akkor is nagyon okos emberek voltak, de nem a professzorok voltak. Na most el lehet gondolni, hogyha ilyen emberek képződtek a professzorok mellett, hogy hatalmas nagy egyéniségek voltak ott jelen. Igen, hát erről Google Árpáddal, Simon Kornéllal is számtalanszor beszélgettünk, hogy azzal, hogy ma a Szent György Kórház, egyetemi oktatókórház, az a Kuhár éra alatt indult el, és nagyon sokat köszönhetünk Árpi bácsinak, Simon főorvos úrnak egyaránt, illetve mindazoknak, akiket ők hoztak, hiszen ha csak azt mondjuk, hogy Simon Gábor, Gervan Judit nem sorolom, egy fantasztikus csapat jött vele, illetve hívására. Hogy alakult a te életed? Hiszen az Orvostudományi Egyetem az alap, ezt nagyon is jól tudjuk. Megfelelni rendkívül nehéz, és egy nagyon komoly beruházása, úgy tetszik, és kell egy frissen végzett orvostan hallgatónak jövőkép is. Így van. Na most, ahogy mondtam, én az egyetemi felvétel előtt az urológián dolgoztam 2 évet, a Pécsi Urológiai Klinikán. Én urológus szerettem volna lenni mindenképpen. Mind a legtöbb diáktársam azért annak idején ugye a sebészi szakmák valamelyikében képzelte el a jövőjét. Sajnos egy szembetegség befolyásolta a döntésemet, ugyanis az annak kapcsán a nehezebb fizikai munkától, hogy így mondjam, eltiltott a kezelő orvosom, a Szemészeti Klinikának professzora, és így jött az, hogy és akkor még azért ennek a műtétnek ez egy retina leválás volt. Annak idején Darnyi Tamás hasonlóképpen szenvedett ettől, gyakorlatilag a karrierje akkor ért véget, amikor ez bekövetkezett. Lényege, hogy nem is nagyon tudták ezt gyógyítani, tehát a jövőkép szempontjából a látásom az nagyon gyenge pont volt. Tehát fel kellett adnom a terveimet, és ezért úgy gondoltam, hogy belgyógyász leszek, mert ugye az abban a szakmában ugye kevésbé volt a látásnak, hogy úgy mondjam, a pontos látásnak, a precíz látásnak a szakma feltétele. Hála jó Istennek eltelt gyakorlatilag 40 év, és nincs bajom a látásommal, és emiatt volt az, hogy belgyógyászként később egy kicsit megpróbáltam bátrabb lenni, hogy egy szemem még jó, és ezért választottam a gasztroenterológiát, mert annak az eszközös része annak idején még nem monitorról történt, hanem ugye az endoszkóp az egyszemes dolgot igényelt, és szerencsémre kétkezes vagyok, egy szemem jó, úgyhogy az eszköz pont oda illett, és hát ezért lettem a belgyógyászaton belül. Tehát ezen gyorsan túlléptél, vagy egy ideig csalódásként élted? Nagyon csalódásként éltem meg. Hát gyakorlatilag úgy képzeld el, hogy majdnem úgy következett be, hogy abba kell hagynom az Orvostudományi Egyetemet. És hát azért kevés olyan szakma van az orvosságon belül, volt még akkor is, hát én 1984-ben végeztem, már akkor is azért eszközök jelentek meg a gyógyításba. Tehát mindenhova kellett a pontos látás. És nem tudtam mondom azt, hogy nekem ez most későbbiekben is problémát fog okozni, kvázi megvakulok, vagy nem vakulok meg, tehát ilyen szinten kellett mérlegelni. Tehát aztán megtaláltad az utat és a helyedet. Igen, is. Igen, így van. Amikor végeztél 1984-ben, még messze van a következő időszak, mihez tudtál kezdeni? Volt-e határozott jövőképed arra nézve, hogy hol és mit fogsz tenni? Mindenképpen Székesfehérvár. Hát én 6 éves korom óta, amikor édesapám visszakerült, innen indultunk, volt egy Adonyi körút, ahol ő körorvos volt, és hát egészségügyi okokból kellett ugye visszajönnünk Fehérvárra, tehát egy 6 éves korom óta élek ebben a városban. Ezt a 6 évet csak a 8 év egyetem szakította meg, amikor hát Pécshez, illetőleg a Pécshez tartozó gyakorló kórházakban töltöttük az időszakot. Akkor Flerkó professzor volt az egyetem rektora, nagyon igényes volt, hogy ha már egy neveket szabad mégiscsak mondani, és Szombathelyen voltam gyakorló gyakornok,
vagy gyakorló tanuló. Ott is tulajdonképpen az osztályokat már a Pécsi Egyetemről kikerült professzorok vezették. Tehát ennyire jó volt annak idején az egyetem. Belgyógyász szerettem volna lenni. Erre volt lehetőség. Ogl főorvos úr annak idején szívesen fogadott. Aztán amikor ugye katonaság, meg szokásos körök, és akkor felfedezték ugye a főorvosok, Gogl, Simon, Solt, Takácsi nagy főorvos úr volt akkor, Törő Magdolna volt akkor a kar, és kvázi ők látták, akkor még egységes volt a belgyógyászat, és látták azt, hogy ki milyen irányultságú, mennyire illik bele a főorvosi elképzelésükbe. És akkor ebből a dologból én végül is gasztroenterológiára, annak is a gyomorbérrendszerrel foglalkozó részére kerültem Solt főorvos úr alá. Mi fogadott akkor Fehérváron, hiszen azt elkezdtük ezt az ívet már elemezni, hogy a kórház változott, a struktúra is változott, nagyon sok orvos jött, és elindult az a folyamat, ami máig tart egyéb iránt, amelynek eredményeként a Szent György Kórház egyetemi oktatókórházat és elismert intézmény. Hát csodálatos volt, amikor Fehérvárra kerültünk, akkor néhány hónapig a kórházban kellett laknunk, mert még nem volt szolgálati lakás édesapáméknak, és akkor gyakorlatilag sok embert megismertem, úgyhogy édesanyám azzal engedett el, amikor végeztem, hogy kisfiam, te mindenkinek köszönjél előre, mert te nem biztos, hogy tudod, hogy ki ő, de ők viszont tudják, hogy kinek a gyereke vagy. Úgyhogy ezt a zuti passzust kaptam. Voltam én közben negyed évben gyakorlaton, tehát ennyire tudatosan készültem én erre. Amire visszaérkeztem 84-ben, egy csodálatos környezet volt. Tehát annyira emberközponti, barátközpontú közösségbe kerültem, hogy egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy a mai rohanó világ mellett még most is nagyon hiányzik ez, hogy ismertük egymást. A professzor, az osztályvezető, amikor oda került, bemutatott az összes többi vezetőnek, ismerték a nevedet. Kisebb közösség volt, de gyakorlatilag sokkal inkább összetartozott az orvosi társadalom közössége, beszélgettünk egymással. Nagyon jó volt, fantasztikus volt. Egy fiatal orvosnak gyakorta kell megküzdeni azzal, hogy függetlenül attól, hogy már végzett, szakiránya van, de nyilvánvaló, hogy egy orvos minden nap tanul valamit. Igen. Ez a tanulási folyamat, ez örök élet. Ez így igaz. Ez így tart. Hogy választottál végül is úgy, hogy házi orvos is lettél? Ez is egy tanulási folyamat eredménye, házi orvos is. Igen, részben ez is, részben pedig hát a kicsit a kényszer, az élet, a sors. A sors az egy nagy tudós, nem tudjuk, hogy mit óhajt veled, azt hiszük, hogy ki akar szúrni veled, aztán végül kiderül, hogy mégiscsak jobb lett antul az életed. Az, hogy én házi orvos lettem, az részben a kórház változásának az eredménye. Átstruktúrálódott az egész egészségügy annak idején. Ugye alapvetően röviden csak annyit mondani kell, hogy így a sürgősségi ellátás szabja meg most egy kórháznak a fő, hogy mondjam, védő bástyáját. Tehát a sürgősségi az egy nagyon fontos osztály, ott kerül be mindenki, ott döntik el, hogy hova tovább, milyen osztályra kerüljön, vagy ne kerüljön. Na most ennek megfelelően ugye ezt annak idején a kórháznak a struktúrájából kellett kiszakítani, és a gasztroenterológiát ez nagyban érintette a kórház döntése alapján, és emiatt egy picit ugye a orvos hiányból orvos többség keletkezett. Tehát kevesebb dolgunk volt, kevesebb volt a beteg, és hát az ember kevesebbet tudott gyógyítani. Na most ezt lehetett kompenzálni, tényleg csak egy szóval, hogy ugye édesapám volt ennek, majd később ez is szóba fog kerülni, a Köfém kézi csapatának az orvosa, és akkor én akkor kezdtem el tulajdonképpen a sport szakosztályok felé nézegetni,
Fiatal voltam, energikus voltam, volt időm, gyógyítani szerettem volna, a munkámat elvégeztem a kórházba, de még mindig maradt fölös energiál, és ezért kezdtem el ugye a birkózás irányába először, és onnantól kezdve a többi sport irányába. Igen, tulajdonképpen érdeklődni. Megérkeztünk. Így van. Hát először a birkózás. Tehát egy olyan sportág abban az időszakban, amikor te a birkózók sportorvosa voltál, legendák sora tartozott Székesfehérvárhoz. Hát ha csak azt mondom, hogy egy olyan időszak, ahol még az olimpikonok már voltak, igaz, hogy már lecsengőben, ha úgy tetszik, hiszen a Rász Lajosék, Seres Fivérek, Vámos Peti és a többiek zseniális korosztály volt. A Tombor Pista bácsival, illetve a sok-sok Tomborral az élen. Igen. Tehát ők nagyon sokat tettek azért, hogy Székesfehérvár akkor valóban birkózó nagyhatalom lehessen. Köszönhetően azért a honvédségnek tegyük hozzá, hiszen a honvéd szondiese bábáskodott a birkózó szakosztály felett. Ez egy fantasztikus időszak volt azért. Ez így van, csodálatos. Hogy lehetett megtanulni egy orvosnak birkózóul? Hát nagyon egyszerű dolog volt, mert Víg Imre bácsi, aki szintén egy hatalmas nagy egyénisége volt a sportágnak, édesapám nagyon jó barátja volt, ő rendszeresen följárt hozzánk. És hát sztoriztak, hogy így mondjam, a birkózásról. Ő egy tündéri áldott jó ember, hatalmas, békés és nagyon aranyos ember volt, és tulajdonképpen akkor mutatott be az apu neki, és ő révén kerültem én a birkózó családhoz, mert ez akkor egy nagy család volt. Ott mindig hatalmas nagy élmény volt. És akkor megint ugye a sors milyen, hogy annak idején, amikor ezt a szem dolgot mondták, én el lettem tiltva a sporttól, és mindig nagy csodálattal néztem ezeket a nagy, erős embereket. Fiatal ember révén valahogy azért az ember szeretett volna kinézni, és először elmentem az edzéseikre nézni, hogy mit tudnak ezek a fiúk, és nagyon szeretettel fogadtak, és akkor onnantól kezdve már csak egy lépés volt, hogy megkértek azt, hogy az apu után pedig én járjak ki a versenyekre, ahol ugye hát mint orvosként. Óriási kihívás lehetett. Óriási. Azt tudni kell, igen. Tetszik, nem tetszik, hogy a küzdősportok a cselgáncshoz hasonlóan, én azt mondom, hogy nincs egy épp porcikája. Kéz, váll, csukló, könyök, fül, ugye karfiolt, nem véletlenül. Fül, orr, minden szakadtott. Így van. Ezt hogy élted meg? Ezt nagyon-nagyon meg kell tanulni. Nagyon megtanultam. Most megint nagyon jók a kérdéseid, mert ugyan azt kell, hogy mondjam, hogy amikor kikerültem az orvostudományi egyetemről, én minden szakmába el tudtam volna helyezkedni, amilyen vizsgát letettem. Tehát traumatológia, sebészetnő, ugye mindent tudtam akkor. Nagyon okosnak hittem magam, pedig csak azt kell, hogy mondjam, felületes volt a tudásom, hogy mélyebb egy szakmába, mélyebben beleássuk az ember, akkor már tudja azt, hogy ez oké, jó lett volna, de lettek volna gyenge pontok. De akkor még emlékeztem ezekre a dolgokra. Ugye apu annak idején sebészként hagyta el a kórházat, tehát neki a kezében voltak ezek a dolgok, ezért is kérték meg a birkózók annak idején. Hát ők még ugye az olimpikonokat el is kísérte mindenhova. Rácz Lajossal a barátsága az nagyon-nagyon emlékezetes volt. És hát őtől elestem el bizonyos dolgokat, amiket megtanultam, és ha kellett, akkor alkalmaztam. De akkor nagyon szeretett az ember dolgozni, és mindent. Igen. Tehát akkor még nem volt ez, hogy az orvosi szakma egy kicsit szakosodik, frakcionálódik, szakbarbárosodik, ha lehet mondani. Egy kardiológus csak a kardiológiával törődik, egy gasztroenterológus csak, nem pedig egy általános, akkor még volt általános orvos. Igen. Tehát akkor, ha egy beteg panaszkodott, hogy itt fáj neki, akkor bekerült a belgyógyászatra, kivizsgálták tetőtől talpig, és az ottani orvosnak kellett érteni mindenhez, minden szakmához. Aztán, amikor kiderült a baja, akkor már a speciál szakrendelésre járhatott utána vissza, de akkor egy Medicus Universalis diplomát kaptál, általános orvos. És ebben benne volt az is, hogy bármikor kimehettél ugye házi orvosnak. Még falura is, ahol azért igazából a nagy gyógyítás folyik még így mindig. Van. És ezt megerősíthetem. No, a következő lépcső, illetve nem lépcső, hanem következő időszak a női kézilabda. A Köfé ma már Albafehérvárnak hívják, új csapat volt, és ráadásul azt nagyon is jól tudjuk, és ezt nem csak orvosi szempontból mondom,
a legnehezebb csapatsportágról van szó, ugyanolyan fizikális küzdelem jellemzi, mint bármelyik másikat, mármint a férfi sportágban, és ez egyedül a női kézilabda. Nincs is másik ilyen. Én azt hiszem, hogy az is egy óriási kihívás lehetett, hiszen az, hogy a Köfén feljutott az NB1-be, aztán azóta sem esett ki, és jöttek a sikerek ráadásul, nagyszerű játékosok, remek edzők, és egy olyan közösség alakult ki, ami példaértékű, én azt gondolom visszatekintve. Ott egy orvosnak napi feladata van. A kézilabda női csapatnál orvosnak lenni, az nehezebb, mint házi orvosnak lenni. Hiszen, igen, beszéljünk erről, hogy sikerült ezt az időszakot megélned máig? Hát nem volt könnyű. Ugye a női lélek rejtelmei azok nagyon színesek, és ez ugyanúgy érvényes a sportolókra is. Az a szerencse, hogy ahogy mondod, egy nagy közösség ott is, ugye az orvos sosincs egyedül, hiszen van mellette legalább egy vagy kettő gyúró és rengeteg segítség. Na most az, hogy történelmileg ez így alakult ki, az abból adódott, hogy amikor mi ezt elkezdtük csinálni, igazi sportorvos, ahogy majd fogod tapasztalni, nincs is közöttünk. Mert mindenki kórházi orvos volt valamilyen szinten, mert akkor ugye pont a kórházi nagy család miatt te a játékosaidat, akivel baj volt, be tudtad vinni a kórházba, és ott soron kívül egy barátoddal, egy fülorgégésszel, egy nőgyógyásszal tudtál beszélni, és ő tudta fogadni őket. Na most ezért van az, hogy a legtöbb csapatorvos, sportorvos, az nem hivatásos sportorvos, hanem valamilyen szakmából oda kerülő orvos. Na most ebből én tulajdonképpen megint azt kell mondjam, hogy a régi sport tapasztalattal rendelkezés sem tartott még mindig, tartanak meg mindig a kézilabdásoknál. A hölgyeknél annyi különbség van, hogy 60% a problémáinak nem sport eredetű. Lelki. Igen. És ez bizalmi kérdés, teljesen, ugye? Teljesen bizalmi kérdés. És itt azt kell csinálni tényleg, hogy napi szinten föl kell venni a telefont, és meg kell hallgatni, hogy mi a problémájuk. És ebben szintén az derül ki, hogy amellett, hogy jó belgyógyásznak kell lenni, jó ortopédnak kell lenni. Operálni nem tudok. Tehát nyilván itt viszont az a szerencsém, hogy vannak a kórházban kiváló barátaim, Apkarovics doktor, Majzdik doktor, ortopéd, tehát akik, ha kell, és a hölgynek, a kézilabdás hölgynek, aki mondjuk egy idegen csapatból nincs meg a már régebb óta álló kapcsolata egy orvossal, akkor nyilván, hogy tudom őket menedzselni tovább. De a sportsérüléseknek a 80% azért hála jó Istennek nem igényel specialista beavatkozást, azt a pályán kell elintézni, azt meg tudjuk oldani. Világos. De felgyorsult, a világ felgyorsult, teljesen. A női kézilabda is, tehát egy rohanós ütök-vágok sportág lett belőle, tehát kevéssé nőies. Ez meghatározza a sportorvos tevékenységét is? Nem, mert ezzel, hogy felgyorsult, keményebbé is váltak a lányok. Tehát ide, ha valaki elér egy NB1-be, akkor az iszonyatos szelekció megy át, mind fizikálisan, mind mentálisan, mind pedig egészségileg. Tehát itt már kvázi föl vannak vértezve, állják az ütéseket, hogy így mondjam, mert ezt igényli a sport. Egy gyengébb fizikumú, egy alacsonyabb nem él meg. Hát meg kell nézni a mostani válogatottakat, hogy lassan a hölgyeknél is ugye a 2 méter magas, egymázsás, fizikálisan toppon lévő kézilabdások jelentik az igazi bázist. Igen, már látjuk, hogy alig van csere, hiszen az már időveszteség. Igen. Fölgyorsul minden. Hát én szerintem nem tudom, eddig fokozható-e. Ennek tükrében, igen, ezt szerettem volna kérdezni, mit mond az orvos, ez fokozható? Nem biztos, hogy fokozható, mert tulajdonképpen a magyar kézilabdának az egyik fő erőssége volt a játékosság annak idején, ami egy kökénybe, egy Pádár, Margó, egy ilyen csodálatos, jó, átlövő gólok voltak, de nem ez az erő, ez a darálós fizikai kézilabda volt, ez a skandinávokra jellemző.
át is vette a világ tulajdonképpen ezt a stílust, és itt ez egy erőkézi labda, és itt az dől, vagy ott dől el a játék két hasonló csapatnál, hogy mondjuk az utolsó 5 percben fizikálisan kibírja jobban, és mentálisan kibírja jobban. Na most ez teljesen megváltoztatta, tehát ilyenkor nem, inkább lelkileg kell a lányokat egy meccs előtt támogatni, beszélgetni velük, próbálni ezt a hatalmas nagy feszültséget, rengeteg feszültség uralkodik bennük. És ezt hogyan tudja kezelni az orvos? Hát, nagy türelemmel, meg ismerni kell őket. És barátsággal közelíteni. Teljesen. És ha szükséges, teljesen. Akkor viszont a hippokratészi eskü mentén orvosnak kell lenni. Mindenképpen orvosnak kell lenni, vagy őszintének kell lenni. Mert hogyha mondjuk én azt látom, hogy nem azt mondom, hogy visszaélve a barátsággal valaki megpróbál betegség mögé bújni, mert nem úgy teljesített, ahogy akkor igazából meg kell mondani. Nem szoktak megsértődni. András, kerek ez a világ? Kerek, igen, igen. Milyen terveid vannak? Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy megkérdezed. Én szeretném ezt folytatni. Mert én megmondom őszintén, hogy nagyon meg vagyok elégedve a sorsommal. Én úgy gondolom, hogy engem szeret a Jóisten, és továbbiakban is úgy gondolom, hogy ez maradjon. A családi tradíció már, mint az orvoslás folytatódik? Hát nem vagyok benn biztos. 4 gyereket nevelünk, ebből 3 az enyém, 1 nevelt fiam van. A legkisebb most egy kicsit kezd gondolkodni a dolgon. Nem tudom. Én sose befolyásoltam egyiket sem, azt kívántam mindenkinek, hogy olyan szakmát választon, amit jó szívvel, mind ahogy én is jó szívvel, és ugyanúgy tud csinálni 40 év után, és mind amikor elkezdte. Én úgy gondolom, hogy ha ő ezt akarja, én nem mondom neki azt, hogy ne tegye. Amennyiben tudom, és még ad erőt a sors, akkor segíteni fogom. Nos, hát akkor köszönjük. Köszönöm szépen. Én köszönöm a házi orvosi körzetedben élők nevében, és köszönöm az Albafehérvár női kézilabda csapatának ügyeit, intézők és a játékosok nevében is, hogy vagy nekik, vagy nekünk. És hát akkor hajrá! Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!